Közelkép mai adásában egy kellemes őszi utazáson veszünk részt. Ellátogattunk Európa egyik legszebb városába, Pécsre. Ezen kívül meg fogjuk nézni a Siklósi várat, és elhozzuk a nézőknek a Villányi Vörösbor Fesztivál hangulatát is. Autóbusszal utaztunk Lankás utakon. Az első úti célunk a kultúra városa, Pécs. Történelmi múltja és szépsége miatt az úti kalauzok ékszerdobozként emlegetik a várost. Érkezésünkkor először a barbakánt láttuk meg, Pécs egyik szimbólumát. A gótikus stílusban épült középkori vár fala a belvárost öleli körbe északnyugati irányból, mely a püspökvár falrendszerének része volt. A bazilika Pécs ikonikus épülete. 4-60 méteres tornya uralja az előtte elterülő domtér látványát. A központban a Széchenyi téren áll Gazi Kasim Pasa dzsámija, hétköznapi nevén belvárosi templom, vagy egyszerűen csak Pécsi dzsámi, a magyarországi török iszlám építészet legmonumentálisabb alkotása, Pécs egyik jelképe, amely ma római katolikus templomként működik. Eredeti mérete hosszában és szélességében 100 lépés. A főtérnek fehér és tiszta burkolata van, és vízlépcsők követik a sétálók lépteit. Délutánonként a sziesta csendje, este a fiatal generáció lármája veszi birtokba a köveket és a padokat. Pécs Magyarország 5. legnagyobb városa. A 4. századból feltárt ókeresztény temető építményeit az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000-ben felvette a világörökségek közé. 2010-ben Pécs lett Európa kulturális fővárosa. A zsolnai porcelángyár a magyar ipar történetének kiemelkedő, egykor külföldön is jó hírű szereplője. Ténykorát a századfordulón élte, amikor a Kárpát-medence teljes területére szállított építészeti kerámiát. Szabadkán is sok zsolnai emléket találunk, gondoljunk a Városháza dísztermére, az Eozin kerámia lépcsőzetre, a Kékszökőkútra vagy a palicsi kékvázákra. Az idegenvezetőnket, Tóth Borit, Pécs történelméről, illetve arról kérdeztük, hogy hogyan tervezünk meg egy pécsi kiruccanást. Magyarország egyik legidősebb, legrégibb városa. Már a középkorban nagyon fontos szerepet játszott Magyarország térképén, nem beszélve arról, hogy Szent István király püspökséget is alapított Pécset, és nagyon sokáig a pécsi püspök az egyben a világi hatalmat is birtokolta Pécset, illetve Baranya megyében, és nem csak hogy a világi hatalmat birtokolta, hanem általában a pécsi püspökök nagyon sokat fektettek a városukba is, és Pécs már a középkorban egy nagyon fontos szellemi, kulturális központ volt Magyarországon. Jusson eszünkbe az is, hogy 1367-ben Nagy Lajos királyunk Pécset egyetemet alapított, és egyébként a török korban is, még a 150 éves török hódoltság idején is Pécset Isztambulhoz hasonlították. Szerencsére a törökök relatíve megkímélték a várost, úgyhogy nem szenvedett túl sok kárt, hanem megmaradt gyönyörű szép nevezetességeiben, amiket aztán tovább fejlesztettek a 18.-19. századtól. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok nevezetesség van a belvárosban, tehát a gyönyörű Nemzeti Színház épülete, a Széchenyi tér, ahol ott található a Gazi Kasim Pasának a dzsámija, és nem beszélve arról, hogy nagyon sok kávézó van, és talán amiről a legismertebb Pécsváros az a zsolnai kerámia, tehát a zsolnai negyeden kívül a belvárosban is nagyon-nagyon sok zsolnai emlékkel találkozhatunk, szökőkutakkal, tetőzerkezetekkel, különböző zsolnai pillanatokkal, cserepekkel, és szinte minden utcafronton vagy egy-egy épületen fölismerhető a zsolnai tevékenysége, ami számunkra szabadkaiak, délvidékiek számára is nagyon ismert, mert hogy számos városunkban még délvidéken is találkozhatunk zsolnaival. Hogyha Pécsre látogatunk, akkor hogyan tervezzük meg a napot, mennyi idő alatt tudjuk körbejárni a várost? Én mindig azt szoktam mondani, hogy Pécsre is, és a szép városokra nem elegendő egy nap,
több napot próbáljunk rászállni, de mondjuk, hogyha egy napra érkezünk, akkor egy nap alatt is nagyon sokat meg tudunk tekinteni, akár az említett nevezetességeket, tehát belülről is megtekinteni az ókori keresztény sírkamrákat, a székesegyházat, nyugodtan jöjjünk el a Pécsi Nemzeti Színházba, nézzünk meg egy-egy előadást, ugyanis a színház adaptálva van a modern kornak az elvárásaihoz képest, és ezek rendeltetésének céljából is. És úgy szintén sétáljunk, fedezzük fel a város zegzugos utcáit, a műemlékeket, sétáljunk a várfalak mentén, és úgy szintén nézzük meg az épületeket kívülről is, és amit csak tehetünk belülről is. Néha persze üljünk be egy kávéra, egy presszóra, kóstoljuk meg a helyi borokat, és Baranya megye, Pécs is természetesen a borról, a bor kultúráról ismert, úgyhogy nagyon-nagyon finom, nagyon minőséges borokat is el tudunk itt fogyasztani, és élvezzük ki, használjuk ki mindazt az adottságot, ami itt Pécsen látható. Ez a pár már biztosan együtt marad. A szerelmesek lakatjai több területen megtalálható látványosság. Az összetartozást kifejező lakat felhelyezését követően a szerelmesek rendszerint eldobják annak kulcsát, kifejezve, hogy szerelmük örökké tart. A legtöbb lakaton neveket, monogramokat találunk. Különböző színű, alakú, sőt egészen egyedi lakatokat is találhatunk a lakatfalon. A következő úti célunk a Siklósi vár. Erődjének első falait még a 13. században 1260 körül rakták le, ez Magyarország legjelentősebb reneszánsz stílusú építménye. Érdekesség, hogy ebben a várban forgatták a magyar televíziós fekete-fehér filmsorozatot, a Tenkes kapitányát. A Siklósi vár Magyarország egyik fontos történelmi nevezetessége. Főszezonban különböző programokat és rendezvényeket szerveznek az érdeklődők számára. Ha a Siklósi várat szeretnénk megnézni, vezetett várlátogatást is igényelhetünk. A tárlatvezetők magas szakmai felkészültséggel interaktívan vezetik körbe a vendégeket a vár termeiben, élő történelemórát varázsolva a falak közé. A Siklósi vár történészétől megtudtuk, hogy ez a vár Magyarország egyik legébebb öröksége. Gyakorlatilag a 13. századtól egészen a 18. század végig építették, és egészen 1936-ig lakott volt, tehát gyakorlatilag bármelyik korszak is érdekli az ide látogatót, akár a középkor, akár az újkor, akár a legújabb kor, egészen a II. Világháborúig, minden korszakból talál egy kicsi emléket, egy kis kiállítást, bármit. Illetve 2017 óta Szentgyörgyvári Péter várkapitányunk irányvonalai alapján egy teljesen új koncepciót kezdtünk el, melyben egy egész napos, vagy legalább egy félnapos programot szeretnénk kínálni az ide látogatóknak, és főként a családosoknak is, hiszen tudjuk, hogy nagyon fontos ez is. És szeretnénk azt, hogy akár 6 évesen, akár 96 évesen jön be egy látogató hozzánk, mindenképp találjon valami olyan kiállítást, vagy olyan részletet a várban, ami megfogja, ami pozitív emlékként marad meg. Mondhatnám a kápolnánkat, ami az ország egyik legszebb gótikus kápolnája, de említhetném ugyanígy a klasszikus börtön kínzókamra kiállításunkat, ami mindig mindenkit érdekel. Ugyanígy említhetnék egy olyan imafülkét, ami egyedi Magyarországon és Európában is mindössze 5 darab van belőle, vagy említhetném azt az érdekes részét a várnak, ahol egy üvegpadlós megoldással láthatóvá tették például az 1400-as évekbeli padlószintet, és nem mellékesen, hogyha az ember kilép a bástya sétányra, vagy a spanyol bástyánkra, akkor egy csodálatos panoráma nyílik elé, és itt innen gyakorlatilag az egész vilányi borvidék látszik is. Tehát össze lehet kötni akár egy borozós hétvégével is a mi meglátogatásunkat. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk a Siklósi várban, és egész évben nyitva vagyunk. Sarnyai Zsófiát, az egyik utitársunkat arról kérdeztük, hogy miért pont erre az utazásra esett a választása. Igazából ez úgy volt, hogy a szüleim találták ezt az utat, és mondták, hogy jó ötlet lenne eljönni. Ugye 3 turisztikai célpont volt, melyiket vártad a legjobban a 3 közül? Hát most fogunk majd megérkezni Villányba nem sokára, és azt várom a legjobban. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Lássuk, mit várt annyira Zsófia. Villány felé vesszük az irányt.
Az egyébként csendes falucska a fesztiválok idejére megtelik élettel. 35 borászat és 150 program várta a fesztiválozókat a Vilányi Vörösbor Fesztiválon. A hagyományosan október első hétvégéjén megtartandó esemény elsősorban a bor és a gasztrokultúra, a hagyományőrzés és a művészetek iránt érdeklődőknek szól. Idén is a legfinomabb borok mellett nagyszabású szüreti felvonulás, fellépő koncertek, gyermekprogramok várták a fesztiválozókat, oldtimer autók is felvonultak. Ellátogattunk az egyik helyi borászat pincéjébe is. Amennyiben Vilányba látogat, ne hagyja ki a Bock pincészet kupoláját. Különleges akusztikája tökéletes lehet élőzenés koncertekhez, vagy éppen ünnepi fogadásokhoz. Bock Józsi bácsi még fiatalemberként édesapjától tanulta meg a borok szeretetét és tiszteletét. Azt kérdeztük, hogy mitől ilyen zamatosak a Vilányi borok. A Vilányi borok egy meszes, löszös agyagos talajon születnek, tehát egy mészkőhegységnek a lábai alatt tulajdonképpen, mészkőhegység körül van a borvidék. A borvidék maga 2800 hektár, ami durván olyan 40 kilométeres szakasz foglal el. Általában déli, délkeleti, délnyugati fekvésű lejtőkön vannak a villányi szőlők. Azt kell, hogy mondjam, hogy markáns, nagy testű vörösboroknak a legjobb a borvidék. Hogyha fehér szőlőből szeretnénk fehér borokat készíteni, ropogós, üde fehér borokat, akkor általában inkább a szoknya részen, vagy a hűvösebb, az északi részen tudom elképzelni a fehér szőlőfajtákat, és ott mert tulajdonképpen a fehér szőlőfajták is itt vannak a borvidéken. Tehát mind fehér szőlőből, mind kék szőlőből azon nagyon ízes, zamatos borokat lehet készíteni Vilány borvidéken. És melyik az ön személyes kedvenc fajtája? Nekem tulajdonképpen az abszolút favorit nálam a Merlot, de természetesen a Cabernet Franc, a Cabernet Sauvignon is, mint világfajta, és nem lehet kihagyni a kék oportó fajtát tulajdonképpen, amit valamikor a svábok hoztak ide be az 1700-as, 1720-1780 közötti időszakba, ami tulajdonképpen egy nagyon hálás fajta, a hétköznapok boratulai, könnyedebb, kedvesebb, behizelgő, viszont a születet követően 2-3 hónap múlva már fogyasztható borról van szó, tehát mindenhogy itt van a helye a borvidéken. Azt kell mondjam, hogy azt merem mondani, hogy talán a világban az legjobban érzi magát ezen a borvidéken ez a fajta. Nagyon kellemes kerek ízekkel tud rendelkezni a fajta, és hát tulajdonképpen ennek a borvidéknek az egyik főfajtája. Hát ides tovább most már a 32. vagy azt hiszem a 32. Vörösbor Fesztivál van Villányban. Azt kell mondjam, hogy nagyon szépen felnőtt ez a fesztivál. Korábban, amikor ez az egész kezdődött, akkor még csak olyan, úgymond majdnem, hogy belterjes volt, tehát elsősorban csak a villányiaknak, nagyon-nagyon közellakóknak jelentett ez valamit. Ma már az egész ország megmozdul erre a Vörösbor Fesztiválra. Épp a napokban olvastam, hogy körülbelül, hát az ahhoz képest, hogy Villány 2800 lakosú, ezen a három napon ugye durván van 25 ezer ember fog megjelenni és részt venni ezen a fesztiválon. Én a fesztiváltérről jövök most, és ezt kell mondjam, hogy nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan kóstolják a borokat. Hála Istennek, azt kell mondjam, hogy a jó magyar bort, a jó villányi borokat fogyasztják a vendégek, és ez a legfontosabb, hogy olyan élményeket éreznek, olyan élményeket mondanak el, ami kimondottan jó esik a termelőnek, nekem, mint termelőnek abszolút jó esik, és szívesen hallgatom a vendégeknek a dicséretét. Annak ellenére, hogy a fesztivál már több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza, idén is tudtak újdonságokat csempészni a programba. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az odalátogató több tízezer borkedvelő, mondta el Cincár Attila, a rendezvény főszervezője. Én úgy gondolom, mivel idén a 32. Vörösbor Fesztivált ünnepeljük, amikor a 30 éveset tartottuk 2 évvel ezelőtt, úgy gondoltuk, hogy ezt nem lehet már überelni, és nem lehet már jobbra megszervezni, mert próbáltunk akkor mindenfélét kidomborítani. Legyen ez, azt mondom, a városnak, a milliójének az ide csalogatása, az árusok, a fellépő sztárok, a vendégek, a különböző kézművesek, és mindenféle programmal kedveskedve.
de az idei év, én úgy gondolom, 32. is, én úgy gondolom, próbálta ezt is még felülmúlni, és ez látszik az itt megjelent közönségen, tömegen, akik eljöttek hozzánk, és ezt örömmel vesszük, mivel az időjárás nagyon mellettünk volt, én úgy látom, mert az nagyon megszabhatja és meggátolhatja a rendezvénynek a jó lebonyolítását, annak ellenére, hogy bármennyit dolgozunk ezen az eseményen, és egy olyan csapat dolgozik, én úgy gondolom már ezen az elmúlt időszakokon, hogy mindenki tudja a dolgát, mit kell tegyen, és úgy gondolom a városnak ez egy méltó rendezvénye ahhoz, hogy a borászok, az itt előállított gyönyörű szép borokhoz egy olyan rendezvényt tegyünk, ami mindenki számára megfelelő, és azt a nívót hozza, amit a közönség elvár. A fesztivál egyik sztár fellépője a Bagosi Brothers Company volt, a zenekar indie, alternatív, folk hangzásvilágot képvisel. Fiúk, hatalmas bulit nyomtatok le, az előbb gratulálunk hozzá, ti hogy érzitek magatokat itt a Villányi Vörösbor Fesztiválon? Először is köszönjük szépen, hatalmas élmény volt nekünk is, most már a helyszínen másodszor vagyunk, ha jól emlékszem, és hatalmas buli volt. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy ennyien eljöttek, és reméljük, hogy még fogunk ide jönni, és ugyanilyen nagy sikerre fognak fogadni bennünket. Hogyha jártatok Villányban, akkor biztosan megkóstoltátok az itteni borokat is. Van-e esetleg kedvencetek? A múltkor a Rosé Fesztiválon voltunk, ugye akkor inkább azokba kóstoltunk bele, most pedig nyilván Vörösbor Fesztiválról lévén szó, megkóstoltunk jó néhány vörösbort is. Azt hiszem, hogy előtte portugézert ittunk, és most majd a vacsorához valami nehezebbet fogunk. Ami a vajdaságiakat biztosan érdekli, hogy terveztek-e hozzánk Vajdaságba, vagy legalább a környékre jönni? Mi már régóta tervezünk, egyébként volt is jó néhány megkeresés is, illetve jó néhány ötlet is felvetődött, hogy hol játszunk, akár bent vagy kinti rendezvényeken, csak eddig mindig vagy már koncertünk volt, és emiatt nem tudtuk leszervezni, de nagy szeretettel megyünk majd, ha összejön, reméljük a közeljövőben. Remélem minél előbb. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kellemes estét kívánok nektek! A nap végére annyi élmény gyűlt össze bennünk, hogy a fáradtságot nem éreztük. Feltöltődve indultunk és érkeztünk haza.